Halli hó mindenki. Ez a fő karakterem. Itt nincsen sok mostan sok pontom, mert így elbarmultam, mit tudom én. Tehát a lényeg az, hogy nem mennyiből kijön az a 8-as epizód, tehát emetleg ki kellene jönnie. Hogy miről fog szólni? Hát én most nem tudom, hogy kivel hogy állok, mert mint hogy. Tehát most látszik, hogy Nathaniel-ra vagyok jóban, tehát mint itt 10-10-zel. Tehát itt bemutatom az összes pasinak a helyes válaszát, de én most a Castiel-re fogok hajtani, tehát szándékosan fogok rontani Nathaniel-nél, de azt persze mondani fogom, mert a másik videó ebben párhuzamosan készül, és ott viszont a Nathaniel Randit nézhetitek meg. Meg persze ott a Nathaniel Randinál, tehát a másik videóban, ahol az alkaraktelemmel játszok, ott mindenkinek a helyes választ nyomom, ott Castiel-el rosszba vagyok, ott mínuszba vagyok, és ezért így nem félek, hogy esetleg Castiel, illetve a többiek, tehát magasabb szintre kerülnek, mint Nathaniel-nek. Itt viszont a fő karakteremnél így váltakozva, tehát csinálom a dolgokat azért, hogy ilyen vegyesen kapja meg a képeket. Tehát így lehet látni, hogy nekem itt már ezt kigyűjtöttem, majd ezeket is visszajátszom, és ezeket is ki fogom gyűjteni, lehet, hogy itt is több változat van meg, stb. Meg ezeket is majd újrajátszom, tehát ez viszont ehhez rengeteg akciópont kell, hogy én mindig visszajátszogassam, meg mit tudom én. Tehát ennyit akartam igazából hozzáfűzni. És akkor most igazából a Castiel lesz az, akit én akarok. Haha. Na szerintem ennyi. Tehát ennyi. Jó. Akkor 270 akciópont, és akkor kezdjük el. Nem mindent fogok itt elolvasgatni. Hónaptól szünet van, és akkor igazából annyi lesz, hogy mindenki a tanulásra koncentrál, stb. Beszélgetnék kéne a tájfutásról is, amit felfedeztem a feladatot. Dökösteremben. De ezért ti olvassátok el, én csak így át akarok futni az epizódon, tehát én nem akarok kéne, hogy annyira belemerülni, már nem sokára éjfél van, és nagyon fáradt vagyok. Holnap meg persze dolgom van, de sose találod ki. Próbálkozz egy kicsit. A Gimi tájfutást szervez, és... Na, akkor mi azt mondja, hogy tényleg szuper. Megpróbálok nem elveszteni... Különben tényleg kénytelen leszek téged keresgélni. Na. Itt... mind a három válasz semleges, tehát bármelyiket nyomjuk itt, az így nem, azt hiszem nem hat ki a mérőre. Nem biztos, hát én semmiben sem vagyok biztos, nem tudom, mit csinálok. Milyen hangulatot, hagyjál már. Na. Semmi köze hozzád. Beszélgetés vége. Na. Tehát. Öcsém. Na, tehát itt... Na, azt tudom ennél, hogy az A az felviszi, a B semleges, a C meg leviszi. Tehát én most látjátok, levitte. Most én Castiel-re hajtok, úgyhogy ez, bocsánat, hogyha valaki akarja, azt kérem, az A-t nyomja meg. Vagy a B-t a semlegesíti a izét, de én szándékosan le akarom vinni, hogy igazából ez itt az összes válasz, ez itt semleges, tehát ez itt lényegtelen, mit nyomok, és akkor kíváncsi vagyok, hogy mennyire itt le, tehát 81, még mindig egy picit lejjebb kell vinni. Jó. És vagy Castiel itt följebb, de hát ezt így ilyen párhuzamosan csinálom, tehát egy kicsit ezt lejjebb viszem, azt picit följebb, és akkor itt királyságosság. Na, végül az óráinknak, és meg kell keresni Iriszt, aki igazából itt lesz hátul, elméletben.
Nekik azt jel, igen, szólt, hogy izé lesz, vizsga. Itt bármelyiket választjuk, semleges, tehát nem fog kihatni a mérőnkre. Nem mondott semmit. Aha! Tudni, hogy csak azért nem szólt, mert nem volt, de igazából kedvel téged. Azt tudom, hogy az A felviszi, de a B-re nem. A B azt nem tudom, hogy felviszi -e, vagy semleges-e, vagy leviszi, de az A azt biztos tudom, hogy felviszi. Tehát... nem vitte fel. A kiskenyő. Ha! Azért piszkálod. Piszkálodik veled, mert bejössz neki. Na hát én is így pont így gondoltam. Na! Mindig elveszítem a fonalat. Aj, mi mindig iriszt, tényleg iriszt kell keresni, mi mindig. És nem megyek haza mostanában azért, részletnétek mi, ha fejlődök a... ...izében. Majd olvassátok el. Litz. Nem lett a Iris, nem? Fú, Istenem, ez a Lisander. Azt tudom, hogy a B meg a C az leviszi, az A meg fel, de nem akarom azért teljesen, de veszélyeztetni a kapcsolatomat. 53. Akkor mehet. Castiella. De aki Lizengarral akar tehát randizni, akkor az nyugodtan nyomja meg itt az át. Én is meg fogom nyomni, mert még nem olyan magas a mérő, hogy tehát ez gondot okozzon jelen pillanatban. Na, mész a térdetemét, és most az az a rész, hogy egy nyugodt helyet kell keresni, ami a dökös terem lesz, de az még egy csomó ideig. Igen, tehát beszélni kell Castiellel, mert ez a picsa elmondta neki, hogy én azt mondtam, hogy nekem bejön. Na mindegy. Na, te még mindig tanulsz? Igen. Na, tehát várjunk, csak gondolkozok, hogy itt levigyem egy kicsit még a mérőnket. Ő azt hiszem, itt a B a helyes válasz. De... Vagyis itt az A a helyes válasz, a B semleges, a C leviszi. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Ezért most megnézem. 75. Ez száz! Na ennél feljebb-lejjebb nem akarom. Mint tehát ilyen semleges válaszokat próbálok neki adni mostantól. Na, ezek a hangok, ezek igen, nagyon jöttek. Na, tehát. Na. És akkor. Nem fogok sosem tanulni. Hát én szegény, igen. Na, itt van az, hogy én elmondott. Mindent elmondott neki. És most választhatunk azt, hogy elmondod neki, vagy nem. Azt elmondom neki. Arra viccre gondolsz, ha azt hiszem, még sosem nevettem ilyen jót. Mi jött rá, hogy ilyeneket mondod? Nem hiszel neki? Nincs szüksége rá, hogy tudjam, hogy bejövök neked, nem vagyok vak, a kis genyó. Miről beszélsz? Te csak egy egyszerű srác, hogy aki jó kijövök. Na. Összetetés az álmodat a valósággal. Nagyon biztos, hogy magadban valami bizonyítékod. Na, itt a helyes. Az... nem, vagyunk. Azt hiszem itt a B. Látva, hogy felkapod a vizet a legapróbb dolgon is. Van ötletem. Mindig ellenőrizzük le ezt a genyót. Na. Kezdett nagyon fáradt lenni. Nálam egy perc múlva éjfél. Hát én már a játék szerint éjfél van. Nem tudom. Mindjárt kiderül. Még nem.
Ez az, és megkaptam az akciópontot. Juppi! Hogy hozzáadta azt a tizet. Egyetlen nem szeret, és kicsit szeret. Akkor, de kettő is a semmi, több mint a semmi. Lenny a város, és vissza a suliba, és akkor hozatottam. Most tudom, mit kell csinálni. Nézzétek! Igen, én mindig otthon, valahol keresni akarok egy helyet, otthonulok, igen. Na, tehát. Istenem. És most akkor, és most elkezdek tanulni, ja, mert nekem is el akartam kezdeni. Néked előzze meg, bla bla bla, bla bla. Azt ágyosan átfutottam. Istenem, na tanuljál, add majd azt a termet, mert infarktusom lesz. Igen, kattintsunk. Na, nem vetted még, nem szóval a tovarintő. Azt mondja, az A az jó, a B az lerontja, a C az, az is semleges, tehát a D, vagy az A, meg a C semleges, a B leviszi, az más, inkább filmeket nézen. Az A, én is szeretem az akciófilmeket, nincs is jobb. Jó az ízlése, hát ezt eddig is tudtam, tehát. Add már ide azt a termet! Hát én úgy megverlek, szakadj ki abba a teremből, ezt nem hiszem el, mit? Minden nyolc helyet keresel? Igen. Kezdek aggódni, mert a gyere itt maradt. Gyere, itt maradsz, én egy megyek máshova. Komolyan? Köszönöm. De fú, ez egy nadzó következő. Mérek egyedül, akkor lássuk ezeket a jegyzeteket. Hát, olvastam jegyzeteimet, bla bla, azt úgy feladat, vegyél anya volt a boltban, gondoltam. Nasi, a nasi-nasi, nasi-nasi-nasi-nas, és jön a ribanc, és el fogja venni. Ezt nem hagyom annyiban. Új feladat, szerez vissza, amit elvett tőled. Én visszaszerzem a rohadék. Na, jaj. Visszaszerzem. Igen, szemét dög. Azt mondja, hogy puskázni akarnak. Találni kéne egy módszert, hogy hát megbosszuljuk. És én igen, tehát elmegyünk a bazárba, veszek egy hashajtót, és berakom majd a vizébe. Ha-ha-ha. Majdnem hazamentem, mert már kezdek visszaesni az egyetfejlődésbe. A körmeit reszeli, kivettem a vizét, most az üveget, el kell menni a kertészklubba, be kell tenni a hashajtót, aztán visszamenni oda a kukutyimba, mucsoröcsögére. Tehát, na, itt igen, Lizander. Itt az A leviszi, a B meg a C az semleges, tehát én a B-re kattintok. És aztán azt mondja, hogy hol az a ribanc? Nagyon bőrsenes, hát nem gondolod? Na, menj innen, légy szíves, mert én akarom keresni. Vigyázok magamra, de könyörgök, húzzál már el! Na, nem akarok bunkolni, húzzál innen. Na, kész! Elkapja majd az isi-fosi. Na. Szóval, olyan feladat. hogy segítsenek tanulni. Senki nem fogta tanítani, nem tanulta senki. Szóval megmondtam. Nem. Mm.
Ha. Beizéltem? Be. Na igen, és akkor itt tehát mindig ellenőrizzétek, hogy kivel van a legtöbb az esélyetek. Hát hiába van Kentin, de ő nincs itt a suliban, tehát. Tehát nézzétek meg, hogy Lizanderrel van egy több, vagy Castiel, stb. És a megfelelő ruhát választatok. Ha Nathaniel-el vagy Castiel akartok randizni, most jelenleg Castiel-re van 2 ponttal több, akkor ez a Nathaniel ruha, ez a Castiel ruha. És erre kattintunk, és jóvá hagyjuk. Ha a tanulást egész nap azt csinálod, nem akarsz egy kicsit mással foglalkozni? B. Nem, tényleg inkább tanulni szeretnék. Ahogy gondolod, elment. Senki nem akar segíteni, úgyhogy kimentem tudva egyedül. Folytassam a tanulást. Hé, nézd fel. Mi? 8. epizód záróképének megtekintése. Da-da! És itt ez hozott nekünk. Ez Meki lenne, de ez dupla V. Ez egy Veki. Itt meg kék a szám, de a másik oldalt meg zöld. Egyébként a kék szemben itt 3 pontnak kell lenni, vagy mindegy. Na. Ja. Na. Nem jó dolog üres hassal tanulni. Köszi. Elvettem az acskót, amit felém nyújtott. Szóval hízunk, ma is olyan kis gebeld a karakter. Lévett mellém és evett, amíg én folytattam a tanulást. Nehezen tudok koncentrálni. Elég volt? Igen, most viszont mennem kell. Akkor sok szerencsét tekintve, hogy egész nap magoltál, biztos sikerülni fog. Remélem. Most már csak megkérni a dogákat. Na, új feladat, keresd meg a termet, ahol a dogát írjátok. Tada! Az itt lesz a folyosó végén. Jobbra, a B. Fáj a hasam, üljenek le. Ja, én benne is, ha jól látom, de neki más miatt hí. Ne fordítsak meg az orzat, ami nem izé mondjuk, oké. Én bőr a hasát fogdosva, kirohant a terembe. A kis genyó rohadék. Na. Elkezdem írni a dolgozatot. Azért kinagyítom. Szélesre. Egy. Tehát. Melyik ország nemzeti viselt a kimono? Hát Japán. Mi volt a napisten neve az ókori Egyiptomban? Rá, azt hiszem. Igen. Itt az a probléma, tehát, hogy rának mondjuk, de, tehát, és, na, rának írják, de rének mondjuk. És ezt nem is tudom, hogy van, tehát. Mert a Asterix és Obelixbe azt mondja, hogy megérkeztünk rá a napisten földjére. De viszont, nincs az, hogy de viszont. De. Viszont. Jaj. Már mindjárt. Frodo volt a gyűrű hordozó. Gimli volt. De egyébként mi nagyon, hogy ne telbasszuk, tehát. Na mindig. Hát az a furcsa, tehát, hogy rá és a ré az ugyanaz tudtommal, mert a napisten az Amon rá, tehát úgy volt írva Amonra. Tehát azt tudom, hogy most uncsi meg történelem, már akinek, de a napistent azt rének mondták mindig, de ezt tehát ez nem is most volt, hanem tehát az új, hogy is van, tehát Amon Ra az új birodalom idején, tehát Amont az új birodalom idején tehát Ra azonosították, és tehát Ré volt a napisten, de máshogy írják, tehát ezt most két válasza jó? Tehát értetek, Ré a napisten, de Amon Rának is mondják a napistent. Tehát ezek szerint két válasz van. Nagyon, nagyon remélem. Na, tovább. Akkor azt mondja, mennyi? A 3, a 6 és a 2 szorzata. Tehát ha azt mondja, hogy szorozzuk össze a számokat, akkor 3 x 6, az 18, és
18-szor 2, az 36. Melyik égtáj fő felől, nem tudok olvasni, kell fel a nap? Hát kelet. Előttem van éjszak, hátra mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél. Milyen alakú a bárnyitilos tábla? Hát kerek. Milyen évszakban esszük a legtöbb mákos kalandzsot? Hát télen, mikor? Mikor jön a... Egyébként most is, hogy nem sokára majd. Nem sokára, hát szeptember van. De most nézzük, október, november, december. Mennyi itt a karácsony? Nem, már csak egy negyed év, tehát az már semmi. Na, mi van? Hogy igen. Hogy hívják szeren a régi botrányos viselkedésű barátnét a Pletykafi című sorozatban? Tehát ilyet én nem szoktam nézni. Úgyhogy csak a megérzéseimre fogok hagyatkozni. Nem tudom, mit tudom én, ez a Georgina, vagy mit tudom én. Na, azt mondja, hogy folytatódik a kispel és a bor számának dalszövege. Azt mondja, hogy hogy is van a szöveg. Elindulok fölfelé, de lerúg egy angyalt a... Oké, megvan. Az ember angol szó jelentése. Hát igazából az, hogy borostyán, vagy ilyen sárgásos, már borostyán sárga, borostyát jelent, de hát most jelenleg ő nem borostyán színű, hát ki tudja, mert most szép barnát küld ki. Na, küldés. Vége. Tegyék le a tollat. Mr. Frizz összeszedte az összes dolgozatot. Azt mondja, hogy ezzel mi történt? Ezzel meg mi történt? Nem tudom, hogy el... Ja, igen, a válaszok miatt elhúztam. Na. Úgy. Azt mondja, hú, vége. Remélem nem tanultam a dolgáimat, nincs túl jó előzetem. De remélhetőleg csak túl aggódom a dolgot. Hát remélem nem buktunk meg. Ha, remélem. Igen, és a következő epizód az de jó lesz, de jó lesz. Igen. Megoldottuk a feladatot is, befejeztük. És vége. És alig várom már, hogy jön a 9. Mert akkor a tengerpartos epizódjon, és ott lehet először csókolózni egy fiúval. Igaz, csak egyen lehet, de akkor is. Tök jó. Nincsen? Akkor. Akkor nincsen. Akkor előre ennyi. Majd jön a Nathaniel-es rész, tehát a vége. De szerintem legtöbben ezt várjátok, úgyhogy ezt csináltam meg először. Ott elfogyott a pontom, azért nem tudom folytatni. Úgyhogy, tehát ennyi. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor sziasztok!